Sziasztok, Attila vagyok Dániából, és ma egy érdekes témát hozok nektek. Az a címe, hogy tengeralattjáró vagy űrhajó. És ez egy olyan téma, amivel már igazából többször is foglalkoztam. Tavaly nyáron először egy metodista férfi táborban beszéltem erről, hogy sok keresztény azt hiszi, mintha mínusz végtelenben élne, és mindig problémáik vannak. És akkor föl kell küzdeni magunkat a tenger mélyéről valahogy a nulla szintre, hogy kicsit levegőt kapjunk. Tegnap újra előkerült ez a téma itt a Lukás 10 iskolában, mert néhány testvéremet bátorítottam, hogy mi az, hogy Krisztus szerinti gondolkodásmód, mi az, hogy a győzelemből való élet. És ma pedig Facebook Messengeren egy katolikus papot is bátorítottam erre, hogy Jézusnak olyan ígéretei vannak, amikről igazából nagyon kevesen tudnak. Sok keresztény azt hiszi, hogy kicsit olyan az élet, mint hogy a mínusz végtelenben élünk, és akkor fuldoklunk, meg szomjazunk, meg mindig valami probléma van, és akkor úgy kell magunkat könyörögni fölfele Istenhez, hogy jaj, Istenem, segíts, mert nincs oxigén, mert baj van, betegség van, jaj, bűn van, minden baj van, Uram, és elsüllyedünk, és különben is egy. Mi minden sárga tengeralattjáró élünk, sárga. Tehát, hogy így, mintha a tenger óceán mélyén lennénk, és így föl kell magunkat küzdeni a zéró szintre, a mínusz végtelenből. Például a katolikus pap azt mondta, hogy azért kell templomba járni, mert hogy az emberek szomjaznak, és hogy bár mindenhol van pára, de azért a vizet mégiscsak a forrásból vesszük, és ezért kell templomba járni, mert hogy ott van a forrás. Most nekem van egy jó hírem, igazából nem is nekem, hanem Jézusnak, amit szerintem nagyon sokatoknak a figyelmét elkerüli. És ez egy fantasztikus ígéret. Ez az új szövetségnek az egyik eszenciája, alapvető lényege. János 4.14-ben ezt mondja Jézus, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, mondja Jézus, soha többet meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz folyamai ömlenek, forrásává lesz belőle. János 6.35 ezt mondja. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, és aki én hozzám jön, az nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, az nem szomjazik meg soha. És van még egy csodálatos ígérete Jézusnak, ez a János 7.38, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő vízfolyamai ömlenek. Tehát azt kell megértenünk, hogy nem mi vagyunk azok, akik szomjazunk, akik hiszünk Jézusban, akik bemerítkeztünk. Mi nem a szomjazók vagyunk, hanem mi vagyunk a víznek a forrása, bennünk van az élet vízének a forrása. Néhány forrás azt mondja, hogy a bensőjéből, a gyomrából, és a gyomor, tudjátok, az a rész, ami igazából pusztít, mert mindig éhes, mindig szomjas, be kell venni a kaját, és akkor azt elpusztítjuk, ugye? De az az érdekes, hogy Jézus ezt a halált, ezt megfordítja. A gyomor a halált képviseli, a pusztítás, hogy mi mindig kell valami, kell valami, kell valami. És Jézus megfordítja ezt, és azt mondja, hogy a bensődből lesz az áldás, az élő vizek forrása, amikor nyelveken szól, skrabálátás, sarabálábárálábárá, de szére élő vizek folyamai ömlenek belőle. És tudjátok, hol említi ezt az írás? Az Ezékiel 47, amikor a harmadik templomról beszél Ezékiel próféta, hogy látta a harmadik templomot, és a templom küszöbe alól, az oltár alól egy kis patak jött ki, egy kis forrás, és talán emlékeztek arra, hogy működött ez a forrás, hogy először is egy nagyon pici, és kellett menni egy pár lépést, és akkor utána már bokáig érhettél bele a vízbe, aztán megint mentél egy kicsit, utána már térdedig ért, aztán még mentél egy picit, akkor már csípőig, aztán megint mentél, és már lehetett úszni a vízben. És tudjátok, így működünk mi is, hogy mi vagyunk az áldásai ennek a világnak. Jézus mondta, hogy a só vagytok és a világosság. Nem azt mondta, hogy majd lesztek, hanem már vagytok, ti, akik bennem hisztek. És nagyon érdekes, mert Isten minket arra teremtett, az ő követőit, hogy megáldjuk a világot. Valamelyik Zsoltárban azt mondja, hogy ha pusztán mentek is át, ugye úgy meglocsoljátok, hogy aztán mindenféle virág, meg fantasztikus dolog lesz ott a sivatagban. Tehát ahova mi megyünk, Krisztusnak a követői. Tehát mi nem a nyüglődők vagyunk, akik a tenger alatt járóban ott lenne a Mariana ároknak a mélyén szenvedünk és nyílünk, hogy jaj, valahogy jussunk fel a felszínre, hanem ennek az ellenkezője, és mutatok nektek egy nagyon érdekes dolgot.
meg kell értenünk, és ezt Pál apostol nagyon egyszerűen és nagyon jól elmagyarázta, hogy az, aki bemerítkezett Krisztusba, a vízben eltemette a régi gonosz életét, az Krisztussal együtt a plusz végtelenbe került. Hogy magyarázzam ezt el? Az Efézus 2:5-6-os verseket olvasom nektek, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és most figyeljetek, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Értitek? Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ezt mondja a zsidók 10:14. Tehát tökéletessé tette a megszentelteket. Nem sok áldozattal, hogy megyünk, és akkor áramlóan feláldozzuk Jézust, meg nem tudom, mi teszünk mindenféle áldozatot. Egyetlen áldozatával Isten a megszentelteket tökéletessé tette. Ezt el tudod hinni, hogy tökéletes vagy? Nem azért, mert te csináltad, hanem mert ő csinálta. És azt is mondja az Efézus 1:3, hogy Krisztus Jézus Istene és Atya megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztusban, mennyeiek világában. Ezt fel tudjátok fogni, hogy nem süllyedünk a tenger mélyén, és jaj, segíts Isten, hanem minden megvan. Ezt kicsit úgy képzeljétek el, mint a Star Wars-t. Hogy ott vagyunk fönn a mennyeik világába, és mi már föntről harcolunk egy űrhajóból, egy csatahajóból, csata űrhajóból. Értitek? És Jézus azt mondta, hogy kígyókon és skorpiókon tapostok, és az ellenség minden seregén. Ezt fel tudjátok fogni? Hogy nem lentről fölfelé lövöldözünk, hogy legyőzzük a gonoszt, meg a bűneinket, meg minden, hanem nem. Már meghaltatok a testnek, meghaltatok az ördögöknek. És most már ti vagytok a világ világossága, és Isten világosság, nincs benne semmi sötét, tehát menjetek, és mivel Krisztusban el vagytok rejtve, tudtok a sötétség erejei ellen harcolni. Ez nagyon egyszerű. Értitek? Egy szomjazás és fuldoklás helyett a bemerítkezett hívő kiváltsága az, hogy mi már áldás forrásai lehetünk a világon. Menjetek világából. Krisztus Jézusnak a kereszten elért győzelme által. Taposhatsz a kígyókon és a skorpiókon, és a sötétség minden seregén. Ez az evangélium Isten országának győzelmi híradása, és ha még nem tetted meg, akkor merítkezzél be, vedd át ezt a győzelmet, és akkor te is olyan leszel, mint egy szellemírtó, és mehetünk ördögöket üzni, betegeket gyógyítani, és hirdetni az evangéliumot. Úgyhogy ez az üzenetem a számotokra. Isten áldjon titeket, remélem bátorításul szolgált. Sziasztok, Attila vagyok Dániából.